Ez a fickó talált egy óriási robotkutyát és megpróbált összebarátkozni vele. A Robotkutya Mély Excel című film összefoglalójából megtudhatod, hogy meg lehet-e szelídíteni egy vaskutyát. A világ összes állata közül a kutyák a legintelligensebbek és legmegbízhatóbbak, ezért a hadsereg évek óta próbál robotkutyát létrehozni. És most a Crane Systems tudósai kifejlesztettek egy fémből készült harci kutyát, és AXL-nek nevezték el. Ebben a névben három szó rejtőzik: támadás, felderítés, logisztika. Mi több, AXL képes úgy viselkedni, mint egy igazi kutya. A következő jelenetben egy motorversenybajnokságot látunk. A versenyzők különböző trükköket mutatnak be, de egyikük, Miles Hill, hirtelen leesik a motorjáról. Kiderül, hogy elszakadt a lánca, és nem tudja folytatni a versenyt. Mindez pedig pont a cél előtt történt. Ez aztán a szégyen. Miles nagyon dühös és irigykedve nézi a többi versenyzőt, különösen Sam Fontaine-t, a forduló győztesét. Mellette valami lány csinos rajzokat készít a füzetébe. Miles és az apja oda mennek Fontaine-hoz és kölcsönkérnek egy tartalékláncot, de a srác elutasítást kap, ami azt jelenti, hogy nem indulhat a bajnoki döntőben. Hirtelen odalép hozzá a lány a jegyzetfüzettel, és átnyújt neki egy elektromos láncot. Miles felkap egy villáskulcsot és munkához lát. Néhány perccel később elindul a döntőfutam. A motorosok felveszik a felszerelésüket és beindítják a motorokat. A lány Milesra mosolyog. Ő és a többi versenyző rálépnek a gázra és száguldanak előre. Fontaine áll az élen, de Miles utoléri őt a veszélyes útszakaszon és megelőzi. Elsőként ér a célba és megnyeri a versenyt. Fontaine nagyon csalódott. A barátai azt javasolják, hogy Miles menjen velük egy buliba, és a fiú megígéri, hogy meggondolja. Az apja azt tanácsolja neki, hogy menjen el, így barátkozhat Fontaine-nel, hiszen ő gazdag és befolyásos szülők fia. Éjszaka a Crane Systems haditechnikai vállalatnál a dolgozók riasztást hallanak. Az a helyzet, hogy egy általuk készített robotkutya megszökött a laboratóriumból. Az alkalmazottak minden energiájukat a keresésre fordítják. A robotkutya eközben a város felé tart. Ezzel egy időben Miles megérkezik a gazdag Sam Fontaine partiára. Ott javában zajlik a mulatság, motorversenyzők bonyolult mutatványokat mutatnak be, és gyönyörű lányok fürdenek a medencében. Miles-t Fontaine fogadja, aki először megpróbálja levadászni őt, hogy csatlakozzon a csapatához, majd azzal henceg, hogy a következő szezonban biztosan nyerni fog. A fickó még az autóját is felgyújtja, hogy megmutassa, mennyire komolyak a szándékai. Miles kihasználja a pillanatot, hogy elmeneküljön az őrült Fontaine elől, és megtalálja a legcsinosabb és legdrágább motorkerékpárok raktárát a garázsában. Felül az egyikre, és ekkor jelenik meg a festőnő a versenyről. Sarah-nak hívják, és kiderül, hogy ő és az anyja szobalányok szemszüleinek házában. Miles bókol neki, és megköszöni a láncot, mire a lány kedvesen elmosolyodik. A fiú úgy dönt, hogy csatlakozik a mulatság epicentrumához. A buli másnapján Miles az apjával dolgozik a garázsban, és másnaposságtól szenved. Azt mondja, hogy a versenyzés az élete értelme. Eközben a Crane alkalmazottai drónok százait indítják útnak, hogy megtalálják a robotkutyát. De nem jártak sikerrel. A cég ügynökei eltitkolják az igazságot az amerikai kormány elől, és azt hazudják, hogy a robotkutya a helyén van és készen áll a bemutatásra. Sam és barátai megérkeznek Miles házához. A srác megkéri új barátját, hogy motorozzon vele és filmezze le a mutatványaikat. A srác a másnapossága ellenére remek munkát végez. Sam eltereli Miles figyelmét, miközben a barátai feltöltik a motorja hajtóművét szódával. Miles beindítja a motort és még néhány trükköt bemutat. Felgyorsít és elindul, de aztán a motor leáll és a srác a földre zuhan. Sam és a haverja lefilmezik az egészet, nevetnek és elhajtanak anélkül, hogy megnéznék Miles állapotát. A srác leveszi a sisakját és rájön, hogy átverték. Szerencsére csak a nyaka sérült meg egy kicsit, és Sam hagyott neki egy kanna benzint. Kiszívja a motorból a lila szódát és feltölti normál üzemanyaggal. A motor azonban még nem indul. Miles meglát néhány elhagyatott épületet a közelben és úgy dönt, hogy megnézi őket. Gyanús zajokat hall egy garázsból és egy követ vág hozzá. A srác benéz, és egy robotkutyát találott megbújva. Miles megijed és a motorjához szalad. Hősünknek sikerül beindítani és elhajtani a veszélyes helyről. De a robotkutya üldözi őt, mert a motorkerékpárban üzemanyag van, amire neki magának is szüksége van. Ráugrik Miles-ra, de neki sikerül kitérnie. A RoboEb majdnem utoléri a fickót, aki úgy dönt, hogy egy trükkös mutatványt hajt végre, hogy megmeneküljön az üldözés elől. A motor után repülő RoboEb a földre zuhan és megsérül, majd képtelen felállni.
Miles megközelíti őt, és a RoboApp beindítja az önmegsemmisítő mechanizmust, mivel a teste súlyosan megsérült. A fickó leveszi a motoros sisakját és megsimogatja szegény kutya arcát. Már nem tartja Miles-t fenyegetésnek és leállítja az önmegsemmisítő mechanizmust. A fickó kiúz egy darab betonvasat, ami a kutya testébe szorult, és ekkor a kutya elkezd bízni a férfiban. A kutya helyreállítási utasításokat küld Miles telefonjára, amiből a fickó a nevét is megtudja. Axel. Miles berángatja a robotkutyát a garázsába és elkezdi megjavítani. Eközben Sam és barátai megnézik a Miles balesetéről készült videót és vidáman nevetgélnek. Sarah észreveszi ezt és komolyan aggódik, mert Miles nem válaszol a hívásaira. A lány követeli, hogy Sam mutassa meg nekik azt a helyet, ahol a mutatványt végrehajtották. Miles sikeresen megjavítja Axelt az általa küldött utasításoknak köszönhetően. A kutya üzemanyagot kér a sráctól, aki feltankolja új barátját. Az örömteli Axel körbeszaglásza Miles-t és leolvassa a sisakjáról az információkat. Kamerával volt felszerelve, így a RoboApp megnézi a videót és hallja a fickó által mondott "Hey, nyomasd" mondatot, majd megismétli azt. Miles azt mondja Axelnek, hogy most már barátok és bízzanak egymásban, és leveszi a kutya szájkosarát. Axel most már szórakozik és játszani akar, mint egy igazi kutya. Miles-szal együtt elhagyatott birtokra mennek, játszanak és különböző trükköket mutatnak be. Miles és Axel elégedetten vidáman bonyítani kezdenek, de hirtelen észreveszik őket a Crane Systems drónjai, amelyek a magasban jelennek meg. Megtalálták a robotjukat. Az egyik fejlesztő ki akarja kapcsolni a kutyát, de Axel alkotója megtiltja, mert jobban szeretné tesztelni a teremtményét. Rákapcsolódik Axel kamerájára, hogy megnézze, mit lát. Egy autót látunk megjelenni az elhagyatott területen. Kiderül, hogy ez Sarah autója. Miles-t keresi. A RoboApp úgy dönt, hogy lefoglalja az autóját és beugrik hátra. A lány hisztérikusan próbálja beindítani az autót. Miles odasiet hozzájuk és megkéri Axelt, hogy nyugodjon meg. A rémült Sarah kiszáll a kocsiból és a srác bemutatja neki az új vasbarátját. A lány még arra is talál bátorságot, hogy megsimogassa. Most már mind együtt szórakoznak. Eljön az éjszaka és Sarah azt mondja Milesnak, hogy keresse meg Axel gazdáját és adja vissza neki a kutyát. De Miles nem ért egyet. A helyzet az, hogy Axel testén golyó ütötte lyukak vannak, ami azt jelenti, hogy azok, akik náluk tartották, nem igazán szerették őt, ezért szökött el. Miközben Miles és Sarah együtt töltik az időt és különböző történeteket mesélnek egymásnak, Axel úgy dönt, hogy felvidítja őket. Bekapcsolja a zenét Sarah telefonján, felerősíti annak hangját a testén keresztül, és még a fényzene effektust is aktiválja. A lány táncra perdül Miles-szal, a kutyának nagyon tetszik. Axel alkotója és az asszisztense a számítógépes rendszereken keresztül figyeli a történéseket. Látják, hogy Axel rohamosan fejlődik az emberek társaságában. Amikor Sarah elalszik, Miles azt mondja Axelnek, hogy kedveli őt. A robotkutya kimondja a "Hey, nyomasd" mondatot, és azt tanácsolja a srácnak, hogy legyen határozottabb. Reggel Axel segítségével sikerül kihúzniuk Sarah elakadt autóját. A kutya beugrik a csomagtartóba és elindulnak vissza a városba. A benzinkútnál Axelt egy koszos lepedő alá rejtik, de a robotkutya kidugja a pofáját, feltöri a terminált és kifizeti a benzint. Mi több, a terminál egy egész kötek pénzt ad Milesnak. Most már nagyon gazdagok. Sarah édesanyja aggódik a lánya miatt, mert egész éjjel nem volt otthon. Sam megmutatja neki, hogyan találja meg az illetőt a telefonja segítségével. Kiderül, hogy a lánya valami elhagyatott helyen van. Sarah és Miles ott edzi Axelt. Mi több, a lány ott mutatja a falon lévő festményeit, és a kutya gyönyörűen kivilágítja őket. Egy hologramot vetít a falra, ahol a tudósok elmesélik Axel megalkotásának teljes történetét. Kiderül, hogy fejlett fegyverekkel van felszerelve, és arra is képes, hogy egy emberrel társuljon, és egy életen át szolgálja az illetőt. Axel ad Miles-nak egy kulcsot, amivel kiolvassa a fickó DNS-ét, ami után ő lesz a kutya adminisztrátora. A tudósok dühösek, mert most már a kutyájuk örökre ehhez a fickóhoz kötődik. Hirtelen egy quadot látnak az úton. Kiderül, hogy Sam az. Bántja a lányt és megragadja a karját. Miles megjelenik és Sam megpróbálja megütni, de ebben a pillanatban Axel ráugrik. Miles megkéri Axelt, hogy vonszolja hozzá Samet és megparancsolja a fickónak, hogy tűnjön el. A RoboApp beírja az adatbázisába az információt, hogy ezt a férfit nem szabad bántani. Miles és Sarah összevesznek Axel viselkedése miatt és úgy döntenek, hogy elmennek Miles apjához, hogy tanácsot kérjenek tőle. Az apa szerint a kutyát vissza kellene adni a kormánynak. Miközben vitatkoznak, a robotkutya éppen ott vár rájuk. Éjszaka Sam és barátai ismét eljönnek arra a helyre. Bekapcsolják a kamerát és elkezdik keresni Axelt. Miután megtalálják a kutyát, csapdába ejtik és lángszóróval felgyújtják.
Miles és Sarah visszatérnek, és a kutyát súlyosan megsérülve találják. Sikerül azonban Miles telefonjára továbbítani a javítási utasításokat. Axelt bepakolják Sarah autójának hátsó ülésére, és elviszik az épülethez, ahová a kutya vezette őket. Ebben az időben egy krén alkalmazott érkezik Miles házához, és átkutatja azt. A fiú apja felkapja a sportíját, és túlszulejti a hivatlan vendéget. Miles és Sarah sikeresen megjavítják Axelt. Az érzékelői felvillannak, és azt mutatja, hogy néhány órán belül a rendszerei teljesen helyreállnak. Miles és Sarah csókolózni kezdenek. Amikor Axel megjelenik a hálózaton, a krén ügynökök a keresésére indulnak. Megtalálják a kutyát, de a srácoknak sikerül elbújniuk. Axel bekapcsol és ráront az egyik ügynökre. A második férfi fegyvert használ, de Miles leüti és Axel elmenekül. Samhez rohan, hogy visszavágjon neki. Miles és Sarah a kutya után rohan. Sam újabb partit rendez a házában, és Axel megjelenik a vendégek között. Mindenki pánikba esik. Sam megpróbál elszaladni, de a robotkutya utoléri. A srác egy autó alá bújik, de ez nem segít rajta. Miles és Sarah motorral érkezik Sam házához, és látják, hogy Sam egy lángszóróval próbál védekezni Axel ellen. De elfogy az üzemanyag, és a kutya támadásra készül. Miles megkéri Vas barátját, hogy ne tegye ezt. Ekkor egy seregnyi drón veszi körül őket. Segítségükkel Axelt mozgásképtelenné teszik. Krén ügynökei megjelennek, elkapják a robotkutyát, és magukkal viszik Miles-t és Sarah-t. Mindannyiukat Krén irodájába viszik és megkötözik. Miles-tól követelik, hogy adja vissza a vezérlőkulcsot, amit Axel adott neki, de nincs a fickónál, mert otthon felejtette. A fickót Sarah fenyegetésével zsarolják. A lány ismerős mozdulatainak köszönhetően a kutya visszakapja az emlékezetét, kiszabadul, és mindhárman megpróbálnak megszökni. Miles ellop egy motorkerékpárt, és Axellel megszökik. Sarah pedig eltereli a katonák figyelmét, és feladja magát. A katonaság üldözőbe veszi őket. Az út egy veszélyes szakaszán Miles a motorral leesik egy szikláról, és eltörik a karja. Axel nem akar elmenni a gazdája nélkül, de a katonaságnak sem akarja megadni magát. Miután biztonságos távolságba menekült, a robotkutya aktiválja az önmegsemmisítő üzemmódot. Milesra pillantva kimondja a hé nyomasd mondatot. Majd a katonai helikopterre morog és felrobban. A katonák a sebesült Mileshoz rohannak. Eltelik egy kis idő. A katonaság segít Milesnak és Sarahnak bejutni a főiskolára. De nem teszik ezt személyes érdek nélkül. Axel alkotója ugyanis tud néhány információt a titkos robotkutya kódjáról, de nem akarja megosztani. A hadsereg pedig most Miles és Sarah nyomába ered, értékes információk megszerzésének reményében. Őseink egyébként szereznek maguknak egy aranyos kiskutyát. A fiú levelet kap az apjától, a borítékban éppen az Axel irányító kulcs van. Megpróbálnak kapcsolatot teremteni a robotkutyával, és sikerrel járnak. Talán egyszer még vissza is tér hozzájuk. Már csak nekem is lett volna ilyen vasbarátom gyerekkoromban, megharapott volna mindenkit, aki bántott. A Movie Macska csatornát nézted. Viszlát!